Szeretettel köszöntök mindenkit! Ma három olyan szerződés fogok bemutatni, illetve nyilvánosságra hozni, amelyekből kiderül, hogy a magyar kormány nem csupán végrehajtja, kiszolgálja azokat a globális elképzeléseket, amelyek például a világgazdasági fórumtól erednek, hanem még meg is csinálja a maga bizniszét, hasznot húz, profitot termel a magyar emberek szenvedésének árán. Tartsanak velünk, aki még nem iratkozott fel, kérem, hogy iratkozzon fel a csatornámra, lassan 210 ezeren leszünk, ezt köszönöm szépen, most pedig akkor jöjjön a három nagyon megdöbbentő és brutális szerződés. Kezdjük akkor rögtön az elsővel. Bizonyára önök is hallották már a hírekben, hogy a magyar kormány most éppen a Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér, közismertebb nevén a Ferihegyi Repülőtér megvásárlására törekszik. Ez egy 1500 milliárd forintos üzlet, tehát a magyar kormány 1500 milliárd forintot kíván kifizetni, de úgy tűnik, hogy nem egyedül, hiszen nagyjából 50-50 százalékban bevonja tulajdonos társként a Vinci Airport nevű céget. Ez egy látszólag francia cég. Meg is írta a sajtó, hogy ez is bizonyíték lehet arra, hogy Orbán Viktor Macron francia elnökhöz közelít, és egyfajta ilyen francia-magyar közeledés tapasztalható jelenleg. De az a helyzet, hogy a Vinci csoport, amelyhez a Vinci Airport nevű cég tartozik, ez valójában nem francia cég, hanem többek között olyan szervezetek, olyan nagyvállalatok állnak mögötte, mint például a BlackRock. A BlackRock az az amerikai gyökerű óriás vállalat, vagyonkezelő vállalat, amelyről már nagyon sokat beszéltem, amely 10 billió amerikai dollár fölötti vagyonnal rendelkezik. Ez nagyobb vagyon, mint a legtöbb állam egész éves költségvetése. Gyakorlatilag a nagyhatalmakkal vetekedik a BlackRock és a BlackRock az a cég is, amely Ukrajnát szépen fölvásárolja a háború árnyékában. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök első külföldi útja háború kirobbanása után egyenesen Washingtonba vezetett, hogy a BlackRock-kal szerződést írjon alá. És hát nyilván nem véletlen, hogy a BlackRockot ot ilyen óriási vagyonhoz hozzásegíti, vagyis szeretné hozzásegíteni most a magyar kormány, mint a magyar repülőtér, hiszen a BlackRock közép-kelet-európai központja, legnagyobb irodája éppen itt van Budapesten, amelyet 2017-ben nem más, mint Szijjártó Péter Magyarország külügyminisztere, külgazdasági minisztere adott át, és mellékesen még egy két millió forinttal a magyar kormány a magyar adófizetők pénzéből megsegítette a világ leggazdagabb, leghatalmasabb vállalatát, a BlackRockot, ami önmagában is egy tragikomédia, de úgy látszik, hogy kedvet kapott a kormány tehát a BlackRockkal való üzleteléshez. Mert hogy most a repülőtér vásárlásba akarja bevonni, ami még különösen súlyos ebben az ügyletben, hogy miközben nagyjából 50-50 százalék -50 lenne a tulajdonosi hányad ebben az új cégben, tehát a magyar repülőtér tulajdonosi körében, aközben a a menedzsmentet a magyar kormány odaadná ennek a Vinci. Airportnak, magyarul a mögött álló BlackRocknak. BlackRock és a tulajdonosok dönthetik el azt, hogy mit csinálnak a profittal, hova teszik, kivel kötnek üzletet, és hogyan tudnak akár eltüntetni bevételeket. Nem beszélve a nemzetbiztonsági kockázatról, hogy Magyarország kapuja, a repülőtér, így tulajdonképpen nem csak magyar állami, hanem idegen globális, vagy ha úgy tetszik globalista körök kezébe is kerül. De akkor következzen a második sokkoló, megdöbbentő szerződés. Pontosabban szerződések, amelyet a magyar kormány, illetve a magyar kormányhoz közel álló személyek kötöttek nem máskor, mint a COVID-diktatúra tombolásakor, 2021-ben, amely arról árulkodik, hogy a magyar kormány nem pusztán kiszolgálta a globális nagyok akaratát, a WHO, a Világgazdasági Fórum, a nagy gyógyszerlobbi, gyógyszeripari cégek érdekeit és céljait, hanem, mint ahogy a lélegeztetőgépek esetében is láthattuk, a maga használta, a maga bizniszét is megcsinálta a Fidesz, megcsinálta a kormány, ugyanis ebben az esetben az országos vérellátó szolgálat szerződéseit vettük górcsa alá, és ezeket a szerződéseket tudomásom szerint más még nem hozta nyilvánosságra. Úgyhogy mi ezt most megtesszük. Most először itt az én videómban nálunk láthatják ezeket a szerződéseket. Az Országos Vérrelátó Szolgálat szerződéseiről van szó, állami pénzekről van szó, tehát magyar fizetői forintokról van szó. Nem akárki az Országos Vérrelátó Szolgálat vezetője. Bayerné dr. Matusovic Andrea főigazgató. Hát ő nem más, nem lehetne Bayerné, mint Bayer Zsolt felesége. Tudják, a Fidesz egyik alapítója, a Fidesz egyik megmondó embere. Hát ő nagyon érdekes szerződéseket kötött. Itt van rögtön két szerződés a Vascular Venture Kft-vel. Kötött egyszer 2021-ben szerződést, mindösszesen 588 millió 290.670 forint értékben, tehát közel 590 millió forintos szerződés kötött egy Vascular Venture Kft-vel. Ugye a szerződésből az derül ki, hogy a vevő, magyarul az országos vérállátó szolgálat fizetői pénzből megvásárol 1 millió 100 ezer darab SARS-CoV-2 PCR vizsgálatok elvégzéséhez szükséges mintacsövet. Aztán van még ilyen szerződés, ugye szintén az Országos Vérelátó Szolgálat ugyancsak 2021-ben ugyanezzel a Vaskulár Venture Kft-vel köt egy másik szerződést. Hát ez a szerződés ez már jóval nagyobb összegről szól, ez már több mint 17 milliárd forintról szól, ugye ennyit fizet ki az Országos Vérelátó Szolgálat ismételten ennek a Vaskulár Venture Kft-nek hogy pontos legyen az összeg, 17 milliárd 94 millió forintot fizett tehát ki az Országos Vélelátó Szolgálat. Nézzük a szerződés tárgyát, ugye ebben az szerepel, hogy a eladótól 1 millió darab tesztet, ugye megint SARS-CoV-2 vírus, koronavírus kimutatására szolgáló tesztet vásárolt tehát az Országos Vérellátó Szolgálat ami megdöbbentő ezzel a szerződéssel kapcsolatban, hogy az Országos Vérállátó Szolgálat és az előbb említett Vaskulár Venture Kft. a szerződés teljesítése előtt egy újabb vállalkozási szerződést köt. Nem más tesznek ebben a vállalkozási szerződésben, mint hogy a két szervezet, tehát az Országos Vérállátó Szolgálat és a Vaskulár Venture Kft. közé beiktatnak egy másik Kft-t, teljesen érthetetlen okokból, és ez a Kft. a Centrál Bau Hungária Kft. Ennek a Kft.-nek ugye itt szintén 1 millió 100 ezer cov 2 koronavírus kimutatására szolgáló PCR-teszt elvégzéséhez szükséges mintavételi egységcsomag összeállításáról szól, tehát azzal bízzák meg ezt a Centrál Bau Hungária Kft.-t, mint egy 55 millió forint értékben. És hát nézzük meg először, hogy ki ez a centrál Bau Hungária Kft. Miért kellett ezt beiktatni a két másik cég közé? Nos, hát megnéztük, ez a Central Bau Hungária nevű cég, ez a Kft. Ez építőipari tevékenységekkel rendelkezik főképpen, de a honlapjuk nem él, tehát nem is működik. Egyszerűen meg sem lehetett őket találni. Hát azt végképp nem értjük, hogy egy építőipari cég, tehát a, aminek még ugye a nevéből is jól látszódik, Central Bau Hungária Kft., egy építőipari cég, amely például tetőfedéssel foglalkozik, annak vajon miköze lehetett a PCR tesztekhez, ami ugye a SARS-CoV-2-t, az úgynevezett koronavírust mutatta ki. És akkor nézzük meg a Vascular Venture Kft-t, hogy milyen tulajdonosok állnak a háttérben. Valamiért Bayer Zsolt felesége, az Országos Vérelátó Szolgálat főigazgatója, Bayerné dr. Matusovics Andrea tehát nagyon szereti ezt a céget, ezt a Vascular Venture Kft-t, ők már korábban is szerepeltek, itt közben mutatok egy cikket, ugye Bajer Zsolték egészen a sajtó pedig mentek a Válasz online-on megjelent cikk miatt, amely azt mutatja, hogy korábban már milyen üzleteket kötöttek ezzel a céggel. Szóval megnéztük a Vascular Venture Kft. több más szintén önálló jogkörrel rendelkező emberrel egyetemben, dr. Fáber Szabó Ferenc vezeti. Ugye ő az, aki annak idején a Vaskulár Plazma Kft.-nek is a vezetője volt. Erről már sok cikk született, ott is hatalmas üzleteket kötöttek Bajernéval, tehát az Országos Vérelátó Szolgálattal, és hát itt a Vaszkulár Venture vezető tisztségviselői, aztán megjelennek a NER rendszer, a Fidesz csúcs vezetőjéhez köthető, igazából másodvonalához köthető magántőke alapkezelőknél. Ugye ebből jól látszik, hogy itt is egy nér közeli cégről van szó, ez már meg sem lett minket. És akkor jöjjön a harmadik történet, harmadik szerződés, akik szintén rendkívüli módon meggazdagodtak a koronavírusból, tulajdonképpen a COVID-diktatúrából. Bizonyára sokan emlékeznek azokra a konténerekre, tudják, amik például a Tesco parkolóiban voltak mindenhol az országban, ahol a teszteléseket végezték, lehetett PCR-tesztet elvégeztetni, ugye a koronavírussal, a kettővel kapcsolatban, ugye ez a úgynevezett White Lab konténerei voltak. Nézzük meg egy kicsit, hogy kik állnak e mögött a cég név mögött, és mennyi pénzt kerestek ezen az egész koronavírusos teszteléses őrületen. Ha van profit, aminek bármelyik cégvezető őrülne, akkor az olyan, mint a White Lab Service kft a cég, amely országszerte elhelyezett konténerekben oldotta meg a koronavírus tesztekhez szükséges mintavételi eljárást, 2021-ben 11,1 milliárd forint árbevételt és 6,1 milliárd forint tiszta nyereséget ért el, tehát még egyszer hangsúlyozom, 6,1 milliárd forint tiszta nyerességet úgy tudott bezsepelni, hogy az embereket egyszerűen arra kényszerítették, hogy menjenek ezekbe a konténerekbe, és teszteltessék magukat. Na és hát kik azok, akik mindössze egy év alatt 6,1 milliárd forint tiszta nyereségre tehettek szert itt a Covid őrületben? Nézzük meg, hogy kik zsebébe vándorolt ez a pénz. A vállalkozás elődjéről azt tudhatjuk, hogy maga az alapcég már 2003 óta létezik, de csak rögtön a koronavírus kirobbanásakor lett C19 kereskedelmi és logisztikai Kft. a neve. Fő tevékenysége is csak ebben az időszakban, tehát a koronavírus felfutásakor lett az egyéb humán egészségügyi ellátás. Korábban mindenféle mással foglalkoztak, ők is mondhatjuk azt, hogy ilyen tetőfedéstől kezdve mindenféle egyébben foglalkoztak. De hát semmiképpen nem emberek tesztelése volt a fő profiljuk. Egészen 2019-ig gyakorlatilag bevételesen volt a cégnek. 2017-ben nulla árbevétel mellett 735 milliós veszteség, majd 2018-ban 29 milliós forgalom mellett magas árbevétel arányos nyeresége, több mint 17 millió forint, 2019-ben pedig megint nulla árbevétel. És 771 milliós veszteség. A C19 KFT társasági szerződés 2020. december 7-én módosult. Tulajdonosa egyenlő részben a Drem KFT és a Hegeli Holding KFT lett. Ugye ez már a koronavírus megjelenésekor történt. Ugye ez a bizonyos Hegeli Sándor, aki bekerült a cégbe, nem más, mint a Csabai, Kolbász Fesztivál igazgatója és szervezője, ugye itt szeret Orbán Viktor rendszeresen kolbászt tölteni, és hát ő, mármint Hégeri Sándor, a Csabai Rendezvény szervező Kft. egyik tulajdonosa is. A cég a Mészáros féle Erkordal közösen nyerte el például a MÁV vasúti rádiós rendszerének sok milliárdos kiépítését is. Így már érthetjük, hogy Orbán Viktor miért szeret ott kolbászt tölteni. A whitelabhu üzemeltető White lab Service Kft. 2020-ban már 318 millió forint bevételt és 270 millió forint nyerességet ért el, de 2021-es év hozta aztán meg a sikert, ahogy az előbb már említettem, a beszámolójuk szerint a bevétel 11,1 milliárd forintra nőtt, ez 35-szörös növekedés volt, kizárólag a Covid-nak és a COVID PCR teszteknek köszönhetően. Na, és akkor nézzük meg közelebbről, hogy kik voltak a fő haszonélvezői ennek a White Labos tesztelésnek, tehát a koronavírus tesztelésnek. A White Lab mögött álló cég ügyvezetőjét úgy hívják, hogy Dr. Borbé Klára Kata. Ugye az előbb már említettem, hogy ez a cég egészen 2020-ig főképpen építéssel, motorkölcsönzéssel, tetőjavítással és hasonlóakkal foglalkozott. 2020 áprilisában, tehát a koronavírus megjelenése pillanatában felvették fő tevékenységi körnek az egyéb humán egészségügyi ellátást, így aztán az általuk hitelesített tesztek döntötték el, hogy emberek kaphattak-e pozitív vagy negatív teszt birtokában ugye, egészségügyi ellátást. Ugye? Tehát akik nemrégiben még motorkölcsönzéssel foglalkoztak, azok néhány hónappal később már eldöntötték, hogy valaki pozitív vagy negatíve a teszt elvégzése után. És itt jön még egy nagyon érdekes dolog, dr. Borbé Klára Kata, tehát a cég ügyvezetője, a Parnó nevű cigányzenekar vezetőjének, Olá Józsefnek a felesége. Na ez pedig azért nagyon durva, mert az ezek szerint a kormányhoz igen közel álló házaspárnak a férfi tagja, akik ugye a White Labok mögött álltak, Olá József cigányzenész, az előbb említett Parnó tagja, Éppen 2021-ben panaszkodott egy interjúban arról, hogy milyen nehéz sorsa van a koronavírus lezárások miatt a zenészeknek, hogy neki is alig jut betevőre, és miközben ezt az interjút adta, amiből mindjárt idézek, a közben pedig több milliárd forint haszonra tetszert ez a házaspár. Nézzé csak, mit mond 2021-ben, miközben milliárdokat kaszálnak a koronavírus tesztelésekkel, mit mond Olá József, a Parnó nevű cigányzenekar vezetője egy interjúban. De azt kérdezik tőle, hogyan élték meg a pandémia időszakát? Mivel tudja fenntartani magát a zenekar, hogyha nem lehetséges bevételt szerezni a zenélésből, hiszen ugye elmaradtak a koncertek? És Olá Józsefnek van képe azt mondani, hogy az első időszakban vártuk, hogy eltelik ez a pár hónap és minden újraindul, de be kellett látnunk aztán, hogy nem csak pár hónapról lesz szó. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. A mai gazdasági helyzetben szerintem a milliárdosokat leszámítva kevesen vannak, akik egy-másfél évig úgy tudják fenntartani magukat, hogy nem jön a megfelelő bevétel. Sajnos ezek nem mi vagyunk, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol mindannyian lakunk, egyébként sem az a hely, ahol sok munka terem az embernek. Először az anyagi biztonság hiánya tűnt fel nekünk is, és ez okozott nehézségeket. No hát úgy tűnik, hogy az oláházas pár mégis mégiscsak át tudott lendülni a nehézségeken, és a, ameddig nem tudott zenélni, vagy nem tudott a férj koncerteken föllépni a zenekarával, addig a feleség, mint ügyvezető vezette azt a céget, a NER közeli társakkal, amelyel aztán gyorsan még ebben az évben az elmaradt koncerteket be tudták pótolni, és hát ahogy itt Olász Józsefön nyilatkozott, ők nem tartoznak a milliárdosok közé, hát rögtön az év végén a koronavírusnak és ezeknek a teszteléseknek köszönhetően már ő is a milliárdosok közé tartozott, hiszen az előbb, ahogy említettem, 6,1 milliárd forint tiszta hasznot vettek ki csak ebben az évben a teszteléseknek köszönhetően. No hát ezen a három ügyön keresztül mutattam meg azt, hogy már megint a kormány, a Fidesz hogyan ver át minket, hogyan képesek akár panaszkodni, úgy, mint ahogy Olá József, hogy milyen nehéz nekik, hogy a globális környezet, meg a szankciós politika, meg az átalakulás, meg a háború, meg egyebek milyen nehéz helyzetbe hozzák a kormányt és persze Magyarországot, de az igazság az, hogy nem csak végrehajtják ezeket a globális elképzeléseket, nem csak asszisztálnak a szankciók megszavazásához Brüsszelben, hanem ahogy láthattuk, ahogy ezt bizonyítottam megint, óriási hasznot húznak milliók nyomorán és szenvedésén.